Brüsszel valóban büntet. Az uniós tagországok pénzügyminiszterei jóvá hagyták, hogy részlegesen függesszék fel a Magyarországnak nyújtandó kohéziás forrásokat a következő évre. Az ECOFIN ülésén arról is döntöttek, hogy az intézkedést akár már júniusban hatályon kívül helyezhetik, ha Magyarország megteszi a szükséges kiigazító lépéseket. Matolcsy György szerint a magyar nemzeti érdekek és az Európai Uniós értékek szempontjából egyaránt észszerű megoldás született Brüsszelben. Hiába kardoskodott az osztrák pénzügyminiszter Magyarország mellett, az ECOFIN ülésén a kohéziós, vagyis a felzárkóztatási támogatások egy részének, összesen közel 500 milliárd eurónak a befagyasztásáról döntöttek, pedig Maria Fekter azzal érvelt, az Európai Unió helyesen tenni, ha több időt adna Magyarországnak pénzügyei rendbetételére. Végül, bár Spanyolország nyaka körül is szorult a hurok, az ECOFIN az Európai Bizottság javaslatára Magyarországgal szemben döntött a példanélküli lépésről, mert az ország nem teljesítette a túlzott mértékű deficit leforragására tett vállalásait. Az elnöklő dán miniszter azt mondta, kollégáival hosszan vitáztak Magyarországról. Végül Matolcsy György jelezte, hogy az ország elkötelezte magát a deficit csökkentésére, így akár már júniusban törölhetik az intézkedéseket. Haladéktalanul hatályon kívül helyezzük a felfüggesztést, ha Magyarország végrehajtja a szükséges kiigazító intézkedéseket a tanács következő június 22-i üléséig, mondta a dán gazdasági miniszter. Olli Rehn, az unió pénzügyi biztosa is arról beszélt, hogy a magyar lépéseken múlik a büntető intézkedések törlése. Matolcsy György szerint a döntéssel megszűnt a Magyarországgal szembeni kettős mérce. Egy olyan megoldás született, amely az Európai Unió értékeinek is megfelel, a bizottságnak is megfelelt, és a magyar nemzeti érdekeknek is megfelelt. A napokban még olyan hírek szivárogtak ki, melyek szerint a miniszterek szeptemberben térnek vissza Magyarország ügyére. Úgy tudni, az osztrákok mellett a németek, a britek, a lengyelek és a csehek voltak ezen az állásponton. Végül azonban kisebbségbe kerültek véleményükkel. A szükséges intézkedések végrehajtását sürgeti az MSZP, elkerülhetetlen a hiány leszorítása, mondja az LMP, a Jobbik újabb zsarolásról beszél, a DK támogatja a visszatérést a józanész politikájához. Ez a jobboldali többségű parlament, majd a jobboldali többségű bizottság, és utána a jobboldali többségű pénzügyi miniszterek ítélete. Ez a mai napi hír rossz hír, ugyanakkor kiviláglik, az Európai Unió nem akarja a magyarokat büntetni az Orbán kormány bűneiért. Ezért haladékot adott a kormánynak arra, hogy jó útra térjen.